Nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Szeretettel és tisztelettel üdvözlök és köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Helyi Választási Bizottság tagját. Köszöntöm Nagy Csilla Helyi Választási Iroda vezetőjét. Köszöntöm Szendei helyettesét, Szende Dávid Helyi Választási Iroda tagját. Köszöntöm dr. Sárkány Tamást, a Helyi Választási Iroda munkacsoport jogi munkaszakértőjét, illetve Kirchhoff Balázsné Ági, aki a Helyi Választási munkacsoport asszisztense, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Bódis Csaba urat, aki a Főépítészi Iroda munkatársa. Napirendi pontunk, három napirendi pontunk lesz, az első Bernár Zsuzsa helyi választási tag megszűnése, tagságának megszűnése, a második napirendi pontunk a Helyi Választási Bizottság elnök helyettesének a megválasztása, és a harmadik napirendi pontunk pedig Büki Zoltán Imre által helyi népszavazás kitűzésre irányuló választópolgári kezdeményezésében feltett kérdés hitelesítése. Szeretném megkérdezni a Választási Bizottságot, hogy egyetérte a napirendi ponttal. Kérem, hogy szavazzunk. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Helyi Választási Bizottság 2 igen, 0 nem szavazat mellett megállapította, vagyis megszavazta el a napirendi pontot. A 11. kerület Helyi Választási Bizottság egyik tagja, Bernán Zsuzsa elköltözött a kerületből, így a Zsuzsának a tagsága megszűnt, ezért helyette a törvény 2013-36-os törvény 35-ös paragraf 1-es bekezdése alapján helyette Kisné Tóth Katalin Póttan lép be. Nekünk ezt, mint Választási Bizottságnak el kell csak fogadnunk, erről külön szavazást nem rendelnék el. Kérem, hogy fogadjátok el, hogy a bizottság harmadik tagja Kisné Tóth Katalin legyen. Neki is legyen. Maga nem. Ő érintett, akkor mi? Igen, köszönöm szépen, akkor 2 igen szavazattal üdvözlünk téged, Katika, a bizottságban, és innentől kezdve már a te munkád is. Második napi rendi pont lenne, mivel Zsuzsa elnök helyettes volt, ezért választanunk kell elnök helyettest. Tehát meg kellene most választani a Helyi Választási Bizottságnak az elnök helyettesét, amire én szeretnék javaslatot tenni. Szeretném, hogyha Ági elvállalnál, és lennél te az elnök helyettes, Morosini Erét Fargi Ágnes tag. Akkor szavazzunk, jó, hogy az Ági legyen az elnök helyettese. Ketten egyetértettük vele, gratulálok. További jó munkát kívánok a bizottság munkájában. És akkor elérkeztünk a harmadik napirendi pontunkhoz, ami pedig Büki Zoltán Imre által helyi népszavazás kitűzésre irányuló választópolgári kezdeményezésben feltett kérdés hitelesítése. Szeretném a kérdést magát felolvasni, hogy mit tartalmaz. Itt van nálam a népszavazás kezdeményezés, amit Büki Zoltán úr beadott, ugye üdvözlöm. A kérdés így szól, egyetért ön azzal, hogy Budapest 11. kerület Újbuda önkormányzata módosítsa a hatályban lévő kerületi városrendezési és építési szabályzatáról szóló rendeletét oly módon, hogy a Duna-Medre, Dombóvári út, Budafoki út, Hengervallam út által határolt területen kizárólag kulturális, szabadidő és sport, valamint szórakoztató és vendéglátóipari létesítmények épülhessenek, és az ő terület mérete nem lehet kisebb, telekméret 50%-ánál, továbbá az épületek legmagasabb pontja nem haladhatja meg 25 méter. Jól olvastam, ugye erről szólna népszavazás kezdeményezésére irányuló feltett kérdése. Itt van, amit az úr beadott is nálam van.
viszont én nagyon szeretném felkérni a népszavazás kezdeményezésére válaszat, illetve hát a magyarázatra a Főépítészi Iroda munkatársát, Bódis Csabát, aki szakértőként van jelen, hogy legyen olyan véleményét, szakvéleményét mondja el nekünk, jó? Hogy akkor tulajdonképpen hogy is van ez a történet. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt választási bizottság. A kezdeményező, ahogy a kérdésben is meg van fogalmazva, a Dunamedve, Dombóvári, Budafokú tengerpartot általában választ területre kívánja a kerületi városrendezési és építési szabályzatot, hogy nem a KVS-t módosítani. Figyelmükbe ajánlom azt a térképet, amit készítettem ezzel kapcsolatban, hogy egy sárgával bejelöltük a kezdeményező által lehatározott területet. Ezzel kapcsolatban két fontos körülménye szeretném felhívni a bizottság figyelmét. Az egyik, hogy ennek a területnek a mintegy háromnegyedére 2016. decemberében egy új építési szabályzatot fogadott el Újbuda önkormányzat képviselőtestülete. Ez az építési szabályzat a 30.2016/12.19-es rendelet számú került elfogadásra, és az elfogadást hatályt a kiérdezés követő napon hatályba is lépett. Ez a terület, vagy erre a területre vonatkozóan ez a rendelet hatályon kívül helyezte a kerületi városrendezési és építési szabályzatot, tehát erre a területre, ahogy mondtam, a kezdeményezéssel érintett terület mintegy háromnegyedére, tavaly 2019-én a KVS hatálytalanításra került. A maradék területre, a maradék egynegyed területre vonatkozóan szintén az Újbuda önkormányzat képviselőtestület egy új építési szabályzatot fogadott el, ez pedig a 11/2017 5.3-as rendelettel került elfogadásra. Ez egy nagy területre vonatkozó építési szabályzatnak erre a területre is kiterjedő része. És ez az építési szabályzat ugyancsak hatálytalanította a kerületi városrendezési és építési szabályzatot. Azt még meg kell említeni, hogy ez utóbbi rendelet, ez 2017. június 2-án lépett hatályba, a kihirdetéstől számított 30. napon, de azt fontos megemlíteni, hogy a kezdeményezés benyitásának napján is már el volt fogadva az önkormányzati rendelet, amely az új építési szabályzat elfogadását jelentette. Ebből az következik, hogy jelen pillanatban a lehatárolt terület egyetlen részére sincs hatályban a kerületi városrendezési és építési szabályzat, ebből következően az álláspontom szerint nem módosítható. Még egy körülményre szeretném felhívni a bizottság figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha itt módosítható lenne a kerületi városrendezési szabályzat, tehát ha hatályban lenne, akkor is a terület egy részére vonatkozóan meg kell említeni azt a tényt, ez az egy rész, ez pedig a kelenföldi hőerőmű területe, amit kettes itemként van jelölve ezen a térképen. Ez a terület, tehát az erőmű területe egy fővárosi rendelet értelmében ipari övezetben van sorolva. Ipari övezetben meghatározza a fővárosi önkormányzat azt, hogy milyen típusú létesítmények, milyen rendeltetésű építmények helyezhetők el a területen. Ezt röviden felolvasom. Ipari építmények, raktározás, energiatermelő és átalakító építmények, valamint ezt a gazdasági tevékenységet kiszolgáló iroda, intézmény, üzemanyagtöltő építmények, közlekedési, szállítási és kereskedelmi építmények helyezhetők el. Tehát csak azért mondom, hogy abban az esetben, hogyha a KVS módosítható lenne, ezen a területen nem helyezhetők el azok a típusú épületek, építmények, amelyeket a kezdeményezőit kizárólagosan meg kíván határozni, vagyis kulturális, szabadidő, sport, valamint szórakoztató és vendéglátó ipari létesítmények. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Egyébként itt van kezemben a főépítész úrnak a javaslata, a szakmai javaslata, és ugyanezt tartalmazza, amit elmondott a kollega.
Akkor igen. Bocsánat, nem hallom. Lenne észrevételem, hogyha a Legyen Bizottsághoz. Igen, parancsoljon. Köszönöm szépen. Alapvetően a problémám az volt, amikor ezt a díjszavazási kezdeményezést említottuk, hogy a Kopaszigárd és tehát a Lágymenőségből és környékén bejelentettek egy elég komoly ingatlan beruházást, ahol egy felhőkarcolót is akarnak építeni, egy 120 méter magas ingatlan. Gyakorlatilag elvették az önkormányzattól azt a lehetőséget azzal, hogy kiemelt állami nemzetgazdaságilag fontos beruházásra minősítették, amely gyakorlatilag elvette azt a jogosultságot a kerülettől, hogy véleményezze a területet. Tehát nincs tervzsűri például, ahol már több szakmai egyeztetés is volt, hogy nem kellene tönkre tenni a városképet a kerületben. Jelen pillanatban a kerületnek jóformán az egyetlen olyan Dunára kinéző zöld területe, a Lágymenyősi Jövöl és környéke, ahol én múlt hétvégén voltam vasárnap, ott rengeteg család megy ki oda babakocsikkal, és nem kellene tönkretenni és beépíteni, és nem menhetem a budai rész. A 11. kerület mindig is zöldövezeti terület volt, egyre fogy sajnos a zöld terület mértéke. Valamikor az előző ciklusban ez egy kiemelt védett területnek volt minősítve, amit megváltoztattak, és én azt mondom, ez politikai döntés volt elsődlegesen. Nagyon sok visszajelzést kaptunk itt a kerületből, hogy nem szeretnék a kerület lakosai, hogy ott egy új városrész épüljön, ráadásul egy betonkolosszus tulajdonképpen közben annak a zöld területnek a közelébe. Ezért merült fel ez az igény, és mint civil szervezetként nyújtottuk el, tehát a Demokratikus Magyarországi Civil Társaságnak vagyok az elnök, és amivel nem jogi személy, ezért csak magán személyként tudtam beadni a kezdeményezést, hogy hagyd dönthesse el a lakosság, hogy szeretne oda egy betonkolosszust, vagy megmaradjon ez az egész pihenővezetnek. A korábban megalkotott vagy módosított rendeleteket újra meg lehet változtatni, és én azt gondolom, hogy a népszavazási kezdeményezésnek pont ez a demokratikus célja, hogy lakosság dönthesse el, hogy mit szeretne, és kötelező erővel bír az önkormányzatra, hogy akkor úgy módosítsa a jelenlegi szabályozást, hogy a népszavazási eredménynek megfelelően változzon a jogszabály. Tehát ezt szeretnénk elérni, hogy legalább esélyt kapjon a lakosság arra, hogy dönthessen ebben. Lehet, hogy nem gyűjtjük össze annyi aláírás, amilyen népszavazás kezdeményezésre szükséges, de legalább az esélyt adjuk meg annak, hogy ebben véleményt formálhasson a lakosság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném jogi szakértőket megkérni, hogy legyen a kedves ellen. Reflektáljon. Nekem volna, de szeretném hallgatni, tudni a jogi. Szabály, kimondja azt, hogy a kérdés feltevőjének egy konkrét kérdést kell megfogalmazni, ezt kell benyújtani a helyválasztási irodához, illetve a bizottsághoz egy hitelesítésre. A bizottságnak pedig magát a kérdést kell hitelesíteni, és nem a mögöttes célt, vagy a mögöttes tartalmat, hanem a felzető, hogy kérdést kell szabadásra bocsátania, és ez során vizsgálni kell a jogszabályon meghatározott kritériumokat, így nyilván jelen esetben a bizottságnak ezt a kérdést kell hitelesíteni, vagy van, hogy ezt önnek tagadni. Igen, én is erre gondoltam, de szerettem volna, hogyha ezt ugye jogi szakértő világosan megfogalmazza. Tehát gyakorlatilag a feltett kérdést kell nekünk most tárgyalnunk, amit el kell, hogy utasítsunk, mert itt elmondta az előbb a szakértő, hogy ez kérdést így, miután nem is létezik olyan önkormányzati rendelet, amit szeretne módosítani, ezért maga a kérdés feltevése sem felelősség. Igen, valami elnézést. Itt van kiírva a hirdetőtáblára a bejárat előtt, hogy most fogják módosítani, hogy 30-25%-ra módosítani a beépítési arány a 30%-ról, és egy előkészítéssel váró rendelet módosítás van, amiben lakossági fórumot hirdettek június 12-ére. Tehát ez azért valami, akkor nem stimmel. Tehát, hogyha nem létezik a rendelet, akkor mit akarunk módosítani? Tehát ezt azért jó lenne, hogyha elmagyarázzák. Igen, akkor ezt pedig akkor kérlek szépen, légy szíves. Köszönöm szépen, szóval, a bizottság. Amit a Lula hirdető
egy utánban látott, az a jelen pillanatban hatályos 30/2016-12.19 rendelettel elfogadott kerületi építési szabályzatnak a módosítása. Erről van most szó, és ez van előkészítés alatt, de ahogy mondtam, ez a rendelet hatálytalanította azt a KVS-t, azt a kerületi városrendelési és építési szabályzatot, amelynek a módosítására vonatkozik a helyi népszavazási kezdeményezés. Köszönöm szépen. Akkor viszont módosítanám a kérdést, akkor a kerületi építési szabályzatot szeretnénk ebben a kérdésben, hogy ebben döntsön a önkormányzat, vagy a bizottság, akkor én annyit kérnék, hogy tehát csak annyit fog kikerülni, nem a kerület, ez a megszűnt hatályra kívül helyezett rendelet változva, hanem a kerület és építési szabályzat tot módosítsa. Tehát csak ennyi változás van, a kérdés ugyanaz marad. Tehát az a lényeg, hogy a jogszabályok, tehát azok a jogszabályokat módosítsa a kerület, ami függvényben áll tulajdonképpen a területnek a beépíthetőségére, illetve az arra vonatkozó előírásokra. Akkor csak ennyi változna a kérdésben. Ha kell, természetesen ezt a kérdésben is akkor... Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, mint a jogi szakértők is elmondta, ezzel tudunk foglalkozni, amit ön beadott. Tehát az, amit ön módosítana, az most itt... Jó. Ezt akkor még a mai napon, csak azért ne kelljen akkor újra, azért mondottam, hogy egyszerűsíteni az egészet, hogy újra össze kell jönni. Tehát csak ez egy jogszabály változás. Természetesen jogában áll beadni bármilyen, tehát újat is, és akkor nyilván újra össze fogunk ülni. De most jelen pillanatban a mostani mai bizottsági ülésen ezzel a kérdéssel tudunk foglalkozni, és mint itt két szakértő is említette, ezt a kérdést a benyújtott népszavazási kezdeményre irányuló feltett kérdését nem tudjuk elfogadni. Ezt, mint ahogy itt elmondták a szakértők, hogy mi miatt nem tudjuk. Jó, akkor még a mai napon be lesz nyújtva akkor ez a módosítás. Szeretném elérni, hogy hajtuntassa a kerület, és én azt mondom, ez az alapvető, hogy akik is jobban tudnak. Jó, én akkor szeretném megszavaztatni a bizottságot. Bizottsággal ugye tulajdonképpen most csak erről az egy dologról, erről a kérdésről szavazunk, erről a benyújtott népszavazási kezdeményezésről, hogy ezt a bizottság, illetve ennek a népszavazási kezdeményezésnek benne feltett kérdést, hitelesítését a bizottság megtagadja. Kérem szívesen egyetek szavazni. Megtagadja. Igen, köszönöm szépen. Úgyhogy akkor gyakorlatilag, ha nincs több, itt már ugye ezt a napirendi pontot le is zártuk, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megjelent, és bezárom akkor a bizottsági ülést. Köszönöm.